A város, sőt az egész régió legnagyobb munkáltatója a győri Audi. Ide is folyamatosan vesznek fel szakképzett munkásokat és friss diplomás mérnököket. Ide azonban csak a legjobbak kerülhetnek. Sokan az iskola elvégzése után átmenetileg a munkanélküliek táborát gyarapítják. Ahogy arról keddi híradónkban beszámoltunk, augusztusban ismét 9000 fölé emelkedett a regisztrált álláskeresők száma a megyében, mindez pedig épp a pályakezdők miatt. Nekik jelent segítséget az első munkahely garancia elnevezésű, szeptemberben induló új országos program. Az első munkahely garancia program keretében lehetőség van arra, hogy anyagilag is támogassuk a kezdőket. Ebben az évben van erre lehetőség, tehát minél fontosabb lenne, hogy jelentkezzenek. Személyre szabott szolgáltatással van, akit rögtön el tudunk helyezni minden támogatás nélkül, de fel kell mérnünk azt, hogy ki az, és milyen formában tudunk segíteni. Én azt gondolom, hogy egy olyan összeggel is tudjuk támogatni a cégeket, hogy megéri már ezt a réteget foglalkoztatni. Az új program egyrészt segíti a szakember utánpótlás, másrészt megalapozza a kormány munkahelyvédelmi akciótervének 25 év alattiakat érintő programelemét. A célcsoportba olyan pályakezdő álláskeresők tartoznak, akik nem töltötték be a 25. felsőfokú végzettség esetén pedig 30. életévüket, és tanulmányaik befejezése után nem szereztek álláskeresési ellátásra való jogosultságot. A pályázat elbírálásánál különösen támogatandóak a szakképzetlen vagy tartósan álláskereső fiatalok.